Az iskolába belépve nagy sürgésforgás fogadott bennünket. A diákok a saját maguk által tervezett és kivitelezett ruhákban várták, hogy bemutathassák munkájukat a közönségnek. Hetekig készültek a csinos darabok. Saját tervezésű, bár a tanárnő nagyon sokat segített, mert eredetileg úgy volt, hogy fekete-fehér lesz, aztán végül a tanárnő adott hozzá ötletet, és így született. Meg nagyon sok ilyen ruhát láttam a tévében, és akkor gondoltam, hogy én is csinálok egy ilyet. Az iratkozni vágyók és szüleik minden információt megtudhattak a ruhamodellező szakról, emellett a volt diákok munkáit is megnézhették. Azokat a darabokat mutatták be, melyekkel az egyetemen, illetve a főiskolán sikereket értek el. Szerettük volna bemutatni az iskolánk szakát, hogy mivel foglalkozunk itt, és innen jött ez az ötlet, a textil szakos tanárok ötlete alapján, hogy a volt diákok visszatérjenek, és hogy bemutassák, hogy mi az, amivel foglalkoznak, és hogy mi hova fejlődtek. A ruhamodellező szakkal a diákok tovább is tanulhatnak, mivel 4 éves irányról van szó. Ráadásul Szerbiában főiskolai és egyetemi képzés is van, ahol a fiatalok megalapozhatják karrierjüket.